Szép jó napot kívánok mindenkinek, maradjanak otthon, maradjanak közösségben. Mai beszélgető társam Palatinus Kristóf, a Magyaróvári Egyházközség kispapja. Szeretettel üdvözöllek, szia Kristóf! Szia! Karanténban vagy te is, önkéntes karanténban, mégpedig Győrben. Mióta is tart nektek ez a karantén? Hát ides tovább most körülbelül egy hónapja már. Március 20-a körül kezdtük. Azóta veszük ilyen nagyon komolyan, azóta a csapat egyik része otthonról tanul, a szombathelyieket hazahívták, mi győri egyházmegyések itt vagyunk, és azóta mi is úgy beszigorítottuk magunknak a helyzetet, nem járunk ki, úgyhogy kb. Egy hónapja. Miért pont ti maradtatok, vagy sorsot húztatok, vagy hogy működött ez? Hát őket a püspökük hazahívta, úgyhogy nekik más választásuk nem volt, mi közös megegyezéssel itt maradtunk, mert a püspökatya is, az elöljárók is, és mi is úgy láttuk jobbnak, hogy mivel a fél évet így is úgy is be kell fejezni, ezért könnyebb nekünk innen tanulni, illetve itt mégiscsak nagyobb biztonságban vagyunk, mint otthon. Itt igazából mindent megkapunk, mindent biztosítanak a számunkra, úgyhogy... És együtt vagytok. És együtt vagyunk, igen, úgyhogy... Ugye ezért régebben voltak az, hogy kimehettetek, kimentetek, bár nagyon kötött a program nálatok, de azért volt sok szabad program, lehetett mozogni jobbra-balra. A ti nemzedéketek, azért ezek a fiatalok nincsenek ehhez hozzászokva, hogy így nagyon belennének határolva. Tehát nem tudjátok például, mi az, hogy határzár, mi az, amikor nem lehet átmenni, mi az, amikor nem jöhetnek. Milyen érzés ez most megtapasztalni azt, hogy így be elszigetelődtetek mindentől és mindenkitől, a családotoktól, a barátoktól, mindentől? Hát igen, érdekes kérdés. Ugye nekünk alapvetően azért az egyébként is, tehát amikor nincs ilyen rendkívüli helyzet, vagy nincs karantén, mi akkor is azért viszonylag szigorú keretek között élünk. Tehát ilyen szempontból talán én azt láttam, meg azt éreztem magamon is, meg azt láttam a többieken is, hogy ez azért nem jelent olyan nagyon nagy problémát, főleg a családtól való távolság, hiszen igazából mindannyiunk, akik itt ide bejöttünk, itt benn vagyunk, arra igyekszünk feltenni az életünket, hogy a családunktól ez a fajta életforma, amit élni fogunk, egy kicsit elszakít. És itt a készület idején is, amit itt a szemináriumban megélünk, azért ezt úgy gondolom, hogy mindannyian a szemünk előtt tartjuk, hogy mi igazából Krisztusért vagyunk itt, a hivatásunkért vagyunk itt, ami úgy gondolom, egy kicsit megkönnyíti mindannyiunknak ezt a bezártságot is, a karantént is, meg ezt a rendkívüli helyzetet. Persze nehézségek köztünk is adódnak, mert azért ahhoz hozzászoktunk, hogyha 2-3 havonta haza is mehetünk. Most már azért a sokadik hónapunkat tapossuk ideben, de én azt látom, hogy mindannyian igyekszünk azért tartani magunkat, és hát szemünk előtt tartani azt a célt, ami miatt valójában mi itt vagyunk. Úgyhogy ezt úgy látom, hogy azért ez nagyban megkönnyíti a helyzetünket. És hát persze az imádság, amikor úgy érezzük, hogy már nagyon nehéz, vagy egyesek úgy vannak vele, hogy most már szeretnének hazamenni, most már szeretnének a vizsgaidőszakon túl lenni, akkor azért nekünk mindig itt van a kápolna, ahova bármikor beülhetünk, és az, ha csak a magam nevében is beszélhetek, az mindig egy újfajta erőt ad, és mindig egy újfajta lendületet ad, hogy igen, ez jó, jó helyen vagyunk, jó, hogy ezt így csináljuk, és bízunk benne, hogy másoknak is tudjuk ezt sugározni, hogy ebben a rendkívüli időszakban is könnyen tudjuk tartani magunkat, hogyha Krisztusba bízunk, ha imádkozunk, és hogyha a célt a szemünk elé kitűzzük. Akkor minden működik, és minden megy. Igen, legalábbis én úgy érzem. Bízom benne, hogy ezt a többiek is így gondolják. Az iskola egyébként említetted, meg azt is, hogy ugye vizsgáid is vannak, meg hogy természetesen ti is befejezitek ezt a fél évet. Az most hogy működik? Mert ugye itt a kinti világban online oktatás van, a gyerekek kapják a különböző fórumokon a különböző tananyagokat, és akkor aztán ebből így készülnek. Nálatok ez most hogy működik? Mi változott ezzel kapcsolatban? Változott egyáltalán valami? Igen, mi is igyekeztünk a távoktatásra ráállni. Ugye egy kicsit megnehezíti a helyzetet a
az oktatóknak a távol léte, tehát kevés az itt Győrben élő tanároktató, de mi is megoldottuk ezzel a távoktatással, videóhívásokkal, meg igyekeztünk bekérni a tananyagokat, és hát most mi is úgy vizsgázunk, hogy a tanárokat nem hívtuk be, tehát nem kell bejönniük, hanem ilyen videós megoldással próbáljuk a vizsgákat megoldani. Van, aki még most is tart órákat, és ragaszkodik hozzá, hogy a fél évet azt végig szeretné tanítani. Van, aki azt mondta, hogy hát a rendkívüli helyzetre való tekintettel, akkor eltekint ettől, és akkor elküldi nekünk a tananyagot, esetleg tartunk konzultációkat, és akkor ezeknek a végén megtartjuk a vizsgát. Úgyhogy a tanárokon éreztük, hogy igyekeznek minél rugalmasabbak lenni, és minél készségesebbek, meg hát mi is igyekeztünk azért megteremteni nekik a lehetőségeket, itt a technikát mi mindig igyekszünk biztosítani, kispapok, úgyhogy próbálunk mi is mindent megtenni, de érezzük, hogy ők is, és persze a dolgozók, az elöljárók is segítenek bennünket ebben, hogy ezt a vizsgaidőszakot teljesíteni tudjuk, és az eredmények így is jók legyenek, és az eredmények kárára ne menjen. Ez az online térbe szorulás, az azt gondolom, hogy rátok is, ahogy mondod, meg ahogy tapasztaljuk, hogy a szentmisék is ugye az online térbe szorultak. Tulajdonképpen valahogy még ki is tágult a ti életetek, mert online szentmiséket, zsolozsmákat, hogyha jól tudom, akkor tőletek közvetítenek, ugye? Igen, ezt is egy ilyen missziós programnak szántuk, hogy ha már mi itt benn vagyunk, és nekünk vannak szentmiséink, meg nekünk azért vannak imádságaink, ami a nagybőti időben kifejezetten, de most a húsvéti időben is elég változatosak, és hát igyekeztünk ezt megmutatni az embereknek, hogy egyrészt az, hogy mi itt vagyunk, és ezzel esetleg erőt adni nekik, ahogy az elején is mondtam, illetve tényleg bekapcsolni őket az imádságban, hogy akinek nincs lehetősége szentmisén részt venni, azoknak is tudjunk segítséget nyújtani, és az imádságokkal is, hogyha szentmise közvetítés nagyon sok helyről követhető, és ezért próbáltunk mi is egy kis változatosságot vinni bele ezzel, hogy nem csak a szentmiséget közvetítjük, hanem az imádságainkat is. És talán ezzel magát, az ima formákat is egy kicsit közelebb vinni az emberekhez. Én azt gondolom, hogy sokan nézik ezeket, tehát úgy lehet látni mindig, hogy hány néző volt ott az ember, hogyha rápillant, hogy hányan vannak ott. Elég szép számmal részt vesznek ezeken. Igen, elsőre nekem is, meg nekünk is, papoknak is meglepő volt, hogy milyen sokan követnek bennünket, de azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára pozitív dolog volt, mert mi is éreztük, hogy akkor van haszna annak, amit csinálunk, és másrésztől meg az, hogy az emberek igénylik ezt. Tehát, hogy tényleg van rá igény, talán ezt jól kigondoltuk akkor ezzel, hogy segíthetjük az embereket, és sok visszajelzés is érkezik, hogy köszönjük szépen, és most átálltunk a napi két közvetítésről egy közvetítésre, és most is kaptunk üzeneteket, hogy hát sajnálják, hogy esetleg az esti imádságok elmaradnak, úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy a hívek körében is ennek pozitív visszhangja volt, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és hát reméljük, hogy az imádságaink is célba értek, úgyhogy. Gondolom, közösen is imádkoztok itt a járvány idején, tehát nem csak itt az online térben, hanem ti közösen fiatalok, illetve a papokkal együtt a járvány mielőbbi eltűnése ellen, vagy mellett. Igen, ezt ki is hangsúlyoztuk, hogy attól függetlenül, hogy nem közvetítünk mindenféle imádságot, ettől függetlenül mi ugyanúgy imádkozunk az emberekért, mindenkiért, aki most nehéz helyzetben van, vagy aki nehezen viseli ezt a akár a karantént, akár hogy dolgoznia kell ilyen körülmények között, úgyhogy ezt továbbra is tartjuk, és igen, mi is a szándékainkat, az ima szándékainkat igyekszünk ettől függetlenül továbbra is megtartani mindazokért, akik most a világban vannak, és esetleg akik nem nincsenek olyan könnyű helyzetben, mint akár mi, hiszen azért nekünk
az, hogy szentmisét látogathatunk minden nap, az, hogy közösségben imádkozhatunk, azért úgy gondolom ez egy nagy kiváltság itt nekünk, és hát az imádságainkban ettől függetlenül belefoglalunk mindenkit, akit tudunk. Mondtad, hogy ugye nektek egy kicsit könnyebb ezt megélni. Azoknak a fiataloknak, akik itt vannak kint, mit javasolnál, vagy lenne valami ötleted, hogy hogyan fogják fel ezt az egészet, vagy mire gondoljanak, mire koncentráljanak, mert fiatalok közül most már nagyon sokan unják, ugye nem mehetnek sehova, nem találkozhatnak a barátaikkal, bár ők effektíve nincsenek olyan nagy veszélyben, legalábbis eddig úgy tudjuk, mint az idősek, de ettől függetlenül ők is be vannak zárva, ők is csak a saját családjukkal tudnak szinte érintkezni. Mit gondolsz, mit mondanál nekik, hogy hogyan lehet ezt túlélni, hogyan lehet ezt elviselni, hogyan lehet egyáltalán jobbá tenni, hogy ne a túlélés, meg ne az elviselés legyen az, ami ezt motiválja? Igen, mi is igyekeztünk azért ezt minél előbb tudatosítani magunkban, hogy itt most tulajdonképpen azért nem a túlélésről van szó, hanem tényleg az, hogy igyekezzünk tartalmasan eltölteni ezt az időszakot. Én azt tudom javasolni, hogy legalábbis amit magamban tapasztalok, hogy azért hát én is igyekszem a külvilággal tartani a kapcsolatot, hogy az mindenképpen nagyon fontos, hogy ne zárkózzunk el az emberek elől, hanem tehát a karantén ne azt jelentse, hogy akkor nem tartom a kapcsolatot esetleg a barátaimmal, a távol levő rokonaimmal, hanem akár jelentheti azt is, hogy pont ebben az időszakban igyekezzek többet keresni őket, hiszen elvileg, vagy hát talán mindenkinek most több ideje van, mint egyébként, ha esetleg nem is dolgoznak, vagy otthonról tanulnak, akkor itt talán több ideje van mindenkinek, és használjuk ki ezt a kapcsolatainknak az építésére. Akár azokkal is, akikkel máskor kevesebbet foglalkozunk, vagy kevesebbet beszélgetünk, kevesebbet kommunikálunk, talán ez az időszak ez megfelelő arra, hogy ezt most egy kicsit jobbítsuk, és egy kicsit fellendítsük azokat a kapcsolatainkat is, amelyek esetleg egy kicsit még lazábbak, vagy amelyek nem annyira komolyak. Igen, beszélgettünk itt több emberrel is arra, és azt is megfogalmazták többen, hogy igazából meg is változtatja ez a karantén a kapcsolatokat. Vannak olyan kapcsolatok, amik felerősödnek, és vannak olyanok, amik egy kicsit ellaposodnak, és ez nem attól függ, hogy van-e otthon internet vagy nem, hanem az, hogy kinek tudjuk kimondani a gondolatainkat, kinek tudjuk azokat a gondolatokat kimondani, amik számunkra igazán fontosak. Tehát, hogy nem ezek a felületes, hogy vagy jól vagy oké, kapcsolatok erősödnek, hanem inkább azok, amik tényleg azt tudjuk mondani, hogy hiányzol, jó volt veled beszélgetni, jó, hogy arra tudtam gondolni, amire te, jó, hogy ezt meg tudtuk egymással osztani, tehát, hogy egy kicsit így mélyebbek azok a kapcsolatok, amik most így felszínre jönnek, és megerősödnek inkább. Igen, ez egy érdekes dolog. Ezen én is gondolkodtam meg, itt beszélgettük is többekkel, hogy ez most egy érdekes helyzet, hogyha valaki tényleg komolyan veszi, hogy nem megy ki, és tényleg igyekszik minél több időt otthon maradni, akkor ezek a fajta emberi kapcsolatok, amelyeket megszoktunk a hétköznapjainkban, hogy összefutunk valakivel az utcán, vagy a boltosokkal, vagy bárhol, ha valahova bemegyünk, akkor ott leállunk egy kicsit beszélgetni. Ezek a fajta kapcsolatok most hiányoznak az életünkből, és igazából azokkal kerülünk kapcsolatba, azokkal kommunikálunk, akik minket személyesen megkeresnek, vagy akit mi személyesen megkeresünk. És azt gondolom, hogy ez már egy mélyebb foka ezeknek az emberi kapcsolatoknak, amikor már nem csak úgy véletlenül összefutunk, vagy csak kedvességből beszélünk, amelyek persze fontosak, de valahol ez mégis egy mélyebb szintje már annak, hogy most kifejezetten azokkal kommunikálunk, akikkel akarunk, akiket megkeresünk, vagy akik minket megkeresnek. Igen, akik fontosak számunkra valamilyen oknál fogva. Mit üzennél itt a mosonmagyaróváriaknak? Van-e valami üzeneted számukra? Hát nekik is csak azt tudom üzenni, amit mindenkinek, hogy mindenkinek kitartás, és hát azt javaslom, hogy sok imádsággal töltsük ezt az időt, hiszen magamon is tapasztalom, meg a környezetemen is tapasztalom, hogy az imádság nagyon sok nehéz időszakon át tud bennünket segíteni, és ebben a nehéz időszakban is erre kell támaszkodnunk, és ezt soha nem szabad elfelejtnünk, hogy ez az, ami a megtartó erőnk lehet a nehéz időkben.
Kristóf, köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy tudtunk beszélni. Jó volt látni egy kicsit az arcodat. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk itt Mosonmagyaróváron. A vizsgákhoz meg nagyon sok sikert, meg jó tanulást. És Köszönjük szépen! mindenkinek, természetesen a többieknek is, hiszen nem egyedül vagy Mosonmagyaróvári, ugye ott a szemináriumban, hanem többen is vagytok, tehát nekik is nagyon sok sikert és kitartást, imádkozzatok értünk, mi is ezt tesszük. Értetek? A nézőknek pedig köszönöm, hogy ismét velünk tartottak, lesznek még beszélgetések, keressék a csatornámat, ha tudnak, akkor iratkozzanak fel, és ígérem, hogy hasonló tartalmas beszélgetésekkel várom még önöket. Viszontlátásra!